Jó, akkor elkezdem egy pár mondattal, aztán jössz te, aztán majd valamikor jövök én. A tisztelt hallgatóság, amiről beszélünk, annak egy része valószínűleg nem valósul majd meg, egy másik része nem tudjuk, hogy mikor valósul meg, de erre csak azt lehet mondani, hogy amikor egy társadalom valamit nagyon meg akar csinálni, akkor megcsinálja, mégpedig rövid idő alatt. Egy példa erre az atombomba, amire 38-39-ben figyelmeztették a fizikusok Roosevelt elnököt, és 45 nyarára megvolt az atombomba. Na mostan fizikailag teljesen világos volt, hogy mit kell csinálni. Ha valaki elég sok urán 235-öt össze tud szedni, olyan kilós nagyságrendben, de nem természetes uránt, hanem dúsítottat, tehát amiben mintegy 10% fölött van az urán 235. És egy ekkora tömböt együtt tart, akkor abban egy jó nagy robbanás fejlődik ki, hát ugye energia felszabadulása és így tovább, láncreakció, magbomlás, minden efféle, azonban különböző problémák voltak. A legkisebb volt az a probléma, hogy honnan szerezzünk uránt, mert uránt az ember természetesen Belga Kongóból szerzett. Ugye Belga Kongó éppen zűrzavaros politikai állapotban volt, de az amerikaiak odaküldtek valamilyen csapatokat, nem amerikait, azt hiszem angolt, és akkor azok biztosították az urán érc szállítást. Na most, aztán ebből kohósítani kell urán, ez nem probléma. Hogyha kohósítani tudunk mangánt, meg molibdént, meg nem tudom mit, akkor uránt is. Azonban az urán mérgező. Na jó, hát akkor óvatosan kell vele dolgozni, és sokat kell fizetni az embereknek, akik kohósítják. Most jön az utolsó probléma, az utolsó kémiai és fémfizikai probléma, mert azután még volt egy csomó magával a bombával. De az utolsó kémiai és fémfizikai probléma a következő. Az uránnak hát gyakorlatilag két izotópia van, a többi nagyon kis mennyiségben fordul elő. Az urán 238, ami az Istennek nem akart láncreakciót csinálni, és az urán 235, amelyik kiválóan csinálta. De az urán 235 az az urán ércekben körülbelül az urán 3/4%-a, a többi 238. Ebben legalább 3%-ra föl kellett dúsítani a 235-öt, de jobb, hogyha körülbelül 10-re. Igen ám, de az urán 235 és az urán 238 kémiailag azonos. Tehát kémiai módszerekkel nem lehet szétválasztani. Fizikai módszerekkel szét lehet választani, mert az egyik az olyan 1,5%-kal nehezebb. Erre valaki a következő megoldást javasolta. Most már nem így csinálják, de a következő megoldást javasolta. Ha az uránt fluorral kell vegyíteni, akkor uránhexafluorid keletkezik, ami gáz. Ha ezt a gázt átdiffundáltatjuk szűrőkön, és mondjuk ezt megismételjük 100 000-szer, akkor a könnyebb 235-ös uránhexafluorid föl gyarapodik, mert a könnyebb molekula gyorsabban megy át. Igen? És akkor most az a probléma, hogy ezt 100 000-szer át kell küldeni a szűrőn, és az uránhexafluorid iszonyatosan marja a szűrőt, tehát a szűrőt állandóan ki kell cserélni, továbbá még jobban mérgez, mint maga az urán. Ennek ellenére 6 évvel később megvolt a szükséges uránmennyiség, és két bombát le is dobtak, és gyakorlatilag ez fejezte be a második világháborút. Tehát a dolog fizikailag lehetséges volt. Természeti törvényekkel nem ellenkezett. Körülbelül lehetett csinálni egy tervrajzot, hogy ez a bomba, ez kell hozzá.
39-ben mindenki azt mondta, hogy naivitás azt gondolni, hogy ez az anyag, amiből szerkeszthető meg lesz, 45-re megvolt, ugyanis a társadalom akarta, pénzt költött rá, és így tovább. Amire a társadalom nem akar pénzt költeni, vagy kevés pénzt akar költeni, az nem lesz meg, még akkor sem, hogyha tervrajzokat lehet csinálni, és na mostan, kérem tisztelettel, amit most elmondunk, azok olyanok, amire fizikai lehetőség van, haszna lenne, hogy a társadalom meg akarja valósítani, vagy nem, azt ő tudja. Tehát olyan jóslást, Isten ments, hogy tegyünk, hogy ez mikorra lesz meg, még olyan se, hogy mennyibe kerül. Viszont akkor vágunk bele. Igen, ezek azonban a mai fizikai tudásunk szerint lehetségesek. Na hát akkor elindulunk. Először is eszközök kellenek hozzá, hogy valamit is lehessen tenni. Tehát ugye az a mi dolgunk ma, hogy meghódítsuk a csillagokhoz való utat. Ez elsősorban iszonyú nehéz, hiszen ugye mindenki tudja, mérhetetlen távolságukban vannak, fényévekre, vákumban, sugárzás, mikrometeoritok, súlytalanság. Tulajdonképpen minden olyan rossz dolog, ami itthon nincs. És én önmagamtól is ugyanide jutottam ki el, ami szerintem a mai napnak tulajdonképpen, hála Istennek, a legfőbb témája, hogy mikor akar valaki valamit. Hogyha hát itt vannak a kis buta tudósok, adjunk nekik egy kis pénzt, és akkor addig sem fognak forradalmat csinálni, hát szépen dolgozzanak, el vannak avval, ami őket érdekel, aztán majd csak lesz valahogy. Mi majd elháborúzgatunk, mi egymás, arra kell a pénz. Tehát itt van az a bizonyos kérdés, hogy iszonyú fontos az, hogy mi az, ami motiválhatja ezt az egész dolgot. Egy kis számolás. Itt a földhold távolság az 1,3 másodpercnyire van. Deklaráljuk, hogy a fénysebesség annyi, amennyi kilométer per szekundumban. Így az Alfa Centauria mi időmértékegységünkbe, amit ráfektetünk a fénysebességre, hiszen azt állítjuk most, hogy az nem változik, és ezáltal lehet vele, hogy a távolságot is mérni. 4,23 fényév. Nézzük, hogy mit tett le idáig az ember az asztalra, illetve a világűrbe. Az emberiség leggyorsabb, legtávolabb jutott űrszondája, a Voyager 1. Pillanatnyilag 1,6 fényévet tett meg, ezt mind 30 év alatt. Mégpedig a fénysebesség 1/18000 részével. Ez azt jelenti, hogy 72000 év alatt már az Alpha Centauri távon lesz, de nem arra megy. Akkor említette itt tőlem függetlenül szintén professzor úr, hogy mik az esélyek. Hát ugye esélye ma mellett technológiákkal, hogy oda küldünk valamit, pillanatnyilag körülbelül 40 évig ér oda, én rég meghaltam addigra. Automatikus vezérléssel tudjuk pillanatnyilag megcsinálni. Mire az info visszaérkezik, az 4 év, így összesen 55 év, tehát egy ma fiatalon kezdő PhD-s, az egész életének ugye a munkáját el, csúnya szót nem mondok, tehát eljátszhatja vele. Esélye a ma elképzelhető technológiákkal, tehát oda küldünk valamit, mondjuk fél fénysebességgel, ez 2x8 év, egyszer gyorsít, egyszer lassít, 16 év, automatikus vezérlése, info viszonylag az egy 4 év, összesen 20 év, tehát én már azt se érném meg szerint. Akkor az esélye a ma meglevő fizikával, ezt majd tulajdonképpen Béla az én témavezetőmnek a témavezetője, az én témavezetőm már végzett, és Béla volt a témavezetője, ezért
de én úgy tekintem őt, hogy ő az én tiszteletbeli témavezetőm, ezért itt összefoglaltam egy-két dolgot. Tehát mérnökileg esély a ma meglevő fizikával, a speciális relativitás elmélet szerint az, hogy a saját idő egy év, tehát ugye felgyorsítunk valamit, akkor ugye a relativisztikus hatások miatt az utazónak ugye az idő az megrövidül. Tehát így tulajdonképpen automatikus vezérlése kutat egy évig, amíg odajön az 5 év, az információ visszaérkezik 4 év, az összesen 10 év. Na ez már egészen jó, mert hogyha egy principal investigator, tehát egy ilyen magamfajta korú, de sokkal okosabb és gazdagabb ember nekiáll egy ilyen dolognak, akkor 10 évet kell áldoznia, és utána a nagy pókerjáték, mert tulajdonképpen valaki ezt a dolgot ugyanolyan szenvedélyesen csinálja, mint egy pókerjátékos a póker, tehát 10 év alatt eredményt lát. Esély a ma meglevő fizikával az általános relativitás elmélet szerint az, hogy térgörbítést csinálunk, erre majd fogunk látni példát, hogy itt a Földön is tudunk tulajdonképpen ilyet csinálni, ha nem is mi, inkább a delfinek. De oda küldünk valamit, nem tudom, hogy hányad részével a fénysebességnek, de mondjuk azt, hogy egy hét alatt odaér önmagán belül, tehát azon a kütyűn élők, akik mennek rajta, vagy maga a kütyű úgy fogja érezni az ő rajta levő óra, hogy egy hét alatt odaért, automatikus vezérléssel kutat, mondjuk, ha már ott van, akkor egy évet, nem küld infót, hanem egyszer visszajön, mert jóval előbb visszaér, mint ahogy a fénysebesség az információ visszajönne. Így összesen 3 hét az ő útja, egy évig volt elkutat, ez már szerintem mindenkinek tetszene. Ugye ott van a gazdaságosság, ugye, hogy ha már oda kell küldjük, akkor minimum egy évet ott dolgozzon, mint a Mars űrszondák is 90 napra lettek tervezve, aztán még mindig fölt vannak szerencsére, és jól működnek. Veszély viszont az, majd beszélünk róla később, hogy az Oort-felhőn túlig gyalog kell menni, mert ez a térgörbítés esetleg megzavarhatja az Oort-felhő objektumot, és egy nagy befelé irányuló bombázást indíthatnak meg. Tehát a tér ugye megnő. Van egy kicsike kis kitérő, az, hogy lehet a fénysebességnél gyorsabban, vagy lassabban menni. Van-e itt a teremben olyan hely, ahol a fénysebesség eltér a 300 000 km/h-ból? Például a dr. Horváth András és Galántai Zoltánon és Elek Lászlón, meg rajtam is van, a szemüvegünknek ugye a lencséjében a fénysebesség más, ott ugye egyértelműen látható. Optikailag átlátszó sűrű közegben gyorsabb lesz a fény? Hát sajnos nem, lassabb lesz, úgyhogy ezzel nem tudunk foglalkozni. Tovább menjünk tovább. Ugyanakkor a térgörbítésre, ha már mi beszélünk arról, hogy teret lehet görbíteni, hát legalább egy darab példát kell ugye mondanunk. Szerencsére a csillagászat tud nekünk, és éppen nem véletlenül van itt ugye a lencsék, de másképpen működnek ezek a lencsék, ugye a gravitációs lencsék, itt van az elve. Tehát nem a levegőbe beszélek akkor, hoppá, amikor azt mondom, hogy lehet teret görbíteni, és a lencsékhez hasonló elven a fény elhajlik, és így nem abszolút hülyeséget beszélünk, amikor térgörbítésről beszélünk, tehát egy egyszerű ember is meg tudja érteni, ott a kép, a hasonlót ugye lencsével lehet csinálni. Na most itt bejön az, hogy az idáigi ismereteink alapján, amit idáig mindenki szerezhetett, remélem az előadás végre kicsit más lesz az ábra, milyen lehetséges célok vannak, ugye ez a klasszikus. Ha az élhetőség, illetve a civilizáció keresünk, akkor a naptípusú úgynevezett piszkos csillagok a jók, ezt távcsövekkel meg lehet végzni, nézni, vizsgálni, másolagos nehezebb elemekben dúsabb felhővők kilakultak. Az a lényeg, hogy bolygórendszere legyen, hiszen a csillagon egyelőre pillanatnyi elképzelésünk szerint nem nagyon élhet semmi. A tejút életővében kéne lenni, és nem régi szupernova robbanás, és nem régi szupernova robbanásoktól távol. Ennek egyszerűen az az oka, hogy kiírtják a szupernova robbanások az életet, vagy legalábbis megperturbálják. Lehet, hogy sokkal jobb lesz a végeredmény, ha egy kicsit úgymond reszetelik az életet az adott helyszínen,
de összességében ott nem érdemes kereskedni fejlett civilizációkhoz, ha csak nem ugye a robbanás nyomait kereső másik civilizációkba botolhatunk. A fenti feltételeknek megfelelően a felrobbanás előtti csillag, bolygórendszer nagyon jó. Előtte érdemes, tehát ugye SETI vizsgálatot tartani, itt voltak az előttünk szólók, van egy kommunikáló civilizáció, de ha erre nincs jel, mi még megmenthetjük az adott civilizációt. Tehát hogyha egy ilyen felrobbanás előtti csillag, tudjuk, hogy fel fog robbanni, és mondjuk el tudjuk képzelni azt, hogy van egy állatkert olyan helyen, ahol 99% hogy földrengés lesz, akkor az értelmes ember oda megy, az állatokat elviszi onnan, megmenti, és utána be fog következni ugye a földrengés. Most exobolygók, Keresztúri Ákosnak az egyik szakterülete, a már felfedezett és esélyes exobolygók, nagyon jó új kutatási terület, nem is annyira klasszikus már. Miket érdemes keresnünk? Hát ugye a piszkos csillagok mellett föld vagy szuperföld típusú exoplanet, vagy blue moonok, blue moonról majd később kicsit elmondom, hogy micsoda, olyan meleg Jupiter és Szaturnusz környéki titánok, amelyek nagyobb méretű, mint a mi titánunk, és körülbelül olyan távolságban, olyan hőtani távolságban van a központi csillaguktól, mint a mi földünk. Tehát kényelmesen el lehetne rajta élni, ha az egyéb mágneses, meg többi dolgokról nem beszélünk. Tehát most néhány tényezőt végigvettünk, hogy egyáltalán miért érdemes ezzel az egésszel foglalkozni. Próbáljuk meg ezt összefoglalni. Tehát vannak serkentő, gátló tényezők az esélyre, a muszáj és a gazdaságosság. Mind szép célok, de kit érdekel azok közül, akinél a pénz van, források vannak. Ha a gazdaságosság, a tudószok puszta kíváncsisága, azt abszolút nulla. A gazdaságosság, a gazdaság és a politikai érdeklődésből akkor már egy lesz az eredmény. Csak kérdés az, hogy mitől lezsz így, de Béla ezzel kezdte az előadását, ugye az atombombát lehet, hogy mind a mai napig nem fejlesztették volna, hogyha nem kellett volna, vagy minek adni rá pénzt, hogyha nem kell. Tehát ha muszáj, akkor végtelen az esélye annak, hogy a dolog megvalósul. Most mikor muszáj? Lehetséges célok. A naprendszer kutatása a vízre alapú élet kereséséhez, Mars, Európa, Jupiter, Enceladus, ugye a Szaturnusz mellett, ez nagyon fontos dolgok. De ha rajtuk bármilyen élet detektálható, akkor lehet félni valunk, mert sűrű, nagy valószínűség az élet a világegyetemben, tehát növekszik a civilizációk esélye, és most tessék megkapaszkodni, növekedhet a fenyegetettség. Milyen példák vannak rá, mint az előbb ugye a térgörbítésről beszéltünk. Az egyik hangyafajta megtámadja a másikat, a disznó. Ahelyett, hogy békében élne egymás mellett, ugye? Vagy ha csak az egyik bolygón az egyik hangyafaj élne, az ugye biztos nem bántaná egymást, politikai arcokba sem bonyolodna egymással. A másik bolygón másik hangyafaj kiválóan marnák önmagukat, és nem egymással szemben. Na most ugye az oroszlán az bivajt eszik, a macska egeret, mi meg húst. Tehát félni valója van az egérnek, a bivajnak, meg a csirkének. Az asztékokat Cortés meglepte a tenger felől, senki nem mondta el az asztékoknak, hogy csúnya emberek laknak a nagy vízen túl. Hát a fene látott oda túl át. Ugye jogilag nem volt szabályozva, jön egy Cortés, hogy most gumilövedékekkel lőnek rá, vagy feláldozzák őket, vagy csak meghallgatják a zenéjüket. És a következő mondat, hogy az oroszok a spájzban, a románok meg már az űrben vannak. Majd, ha valakit érdekel, a legvégén mondom. Most, ha a románok meg az űrben vannak, akkor már muszáj nekünk is csinálni valamit, ugye? Tehát a muszáj, vagy a fenyegetettség, hogy van kitől félni, ugye az atombombánál Hitlertől féltek, de legalábbis a verseny. Maradjunk a szebb dolognál, és akkor tessék az adrenalint fokozni, mert mindjárt férfiak fogják érteni ezt a dolgot, tehát biztos ismeri mindenki az összes filmet. Ugye, Ben Hur és... jó, nem teszem a neve, szégyelem. Akkor érdekes, én csak a jóknak a nevét tudom. Ugye a jobb oldali autóban már... nem Olivia Newton-John, hanem John Travolta ül, és hát ugye a alsót pedig Anakin Skywalker és azt hiszem Szebulba versenyezik.
Érdekes, hogy ez a téma, ez állandóan valahogy a filmekben előkerül, és olyan furcsán egybeesik, ugye? És hát majd a fénysebességre, hogyha kapcsolunk, tessék figyelni, akkor a cél, vagy az ok, az adrenalin, az ugye ott van fölül az adrenalinnak a képe, mitten. És hát, hogyha begyorsítunk fénysebességre, akkor a cél is közelebb kerül, és jól látható válik, de csak egy pillanatra. Tehát akkor, hogy is van? Nem mutatom meg még egyszer. Kezdjük előről akkor az egészet. Vegyük azt, hogy van már pénzünk, ugye? Nem fecni papírokra kell dolgozni szerencsétlen Bélának, mint az elején ugye kezdtük. Nem elkezdünk komolyabban dolgozni. Tehát, hogy mindenki értse, hogy miről fogunk beszélni, azt a ma elterjedt két nyelven először is a címbe szerepeltetjük, mind angolul, mind pedig kínaiul. Hogy önök is értsék, a kínait én sem értem, de megtanultam, hogy kell használni. Tehát a csillagközi utazás fizikája és technológiája. Dr. Lukács Béla, tudományos tanácsadó az RMK-ból, Vizipál Gábor mérnök úr, űrkutató az én vagyok, és éppen az Rényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen próbálom a PhD-mat elvégezni, illetve megvédeni. Jelenleg a szkeptikusok országos konferenciáján vagyunk, és a helyszínt látják. Tehát automatizált vagy emberes űrkutatás és csillagközi űrutazás a lényeg. Vegyünk egy történelmi példát. A Sputnik tömege hát így aránylott az emberes vosztoknak a tömegéhez, tehát teljesen egyértelmű, hogy nagyságrendekkel olcsóbb és biztonságosabb az automaták felé menni. Amikor még könnyebb volt embert áldozni, vagy az ember könnyebben megcsinálta, ami kellett, akkor ugye miről van szó, arról volt szó, hogy így is meg kellett csinálni, és különösen az atombomba pont ebbe fért el, és miért ne csináljunk. Atombombának megcsináltuk a méretet, hogy nem ez az atombomba, ez az atombomba. Érdekes módon még hasonlít is talán a kövér emberre, ugye? Vagyis a kövér fiúra, hogy kell mondani? Igen, 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 igen. Köszönöm, hogy figyelnek. Tehát, ha már ez úgyis ki kellett fejleszteni, küldjünk fel egy embert, és akkor nagyon humánusak leszünk. Az esetben zárt rendszer újra felhasznált életfenntartó rendszerekre van szükség, és ökológiára, ha a csillagokhoz akarunk menni. Tehát tekintsük át a lehetőségeket. A fissziós maghasadásos atombombantás impulzusokról néhány szót szólt Béla, és ezt ugye Hitlernek köszönhetjük Mandinerből, hogy idáig eljutott az emberiség. Egyébként is eljuthatott volna, de aztán utána a szovjet-amerikai szembenállás, de két pók is szemben tud állni egymással, vagy két darab kakas ugye a Baromfi udvarban. Tehát van valami szembenállás, és akkor már szükség van okos dolgokra. Fúziós rakétákat találtak ki, a hidrogénbomba atya, szintén magyarul beszélő, színes, nem tudom kimondani. Igen, színes, szélesvásznú egyéniség volt. Egyébként Oppenheimerék, Einsteinék azt mondták az atombomba fejlesztőjének is, hogy jó, most már kötelező részen túl vagyunk, beszélhettek magyarul. Ugye? És beszélünk magyarul. Tehát visszatérve ide, csillagközi torlósugárhajtás, úgy hívják, hogy nemzetközi, ez terjedt el rá, hogy ramjets, antianyagrakéták, lézersugár meghajtás, ugye? Lézersugár. Lehet, hogy működnie kéne? Ez az én formám, ott van. Egy ekkora lézersugár is meg tud hajtani bizonyos méretű dolgokat, amire lehet, hogy később szükségünk is lesz. És elektromágneses. Fizikailag elképzelhetőekkel beszélünk, ami spekulatív. Ugye az előző az az volt, ami technológiailag elképzelhető. Lemegyek a boltba, van elég pénzem, megkapom rá megfelelő mérnököket, embereket, és megcsinálják. Fizikailag elképzelhető fénysebességi utazás, hát lehet képzelni. Csillagközi utazás teleportációval, hát tévében látják a gyerekek, tök természetes. Bemegy az ember a gyűrűbe, az kijön a másik bolygón, most miért be a cikit. Így jártam én, amikor a Holdra leszállt az ember. Annyi Orion űrhajót láttam, meg ilyesmit, 7 évesen, hogy hát kit érdekelt, hogy most a Holdra leszállt, mikor a sci-fi-ben, amit már akkor is dőlt a tévékből, ugye 5 percenként leszálltak a bolygókra,
fenét érdekelt, hogy éjszaka fölébresztettek, nekem éjszaka, hogy meg kell nézni, hogy leszállt az ember a Holdra. Persze világos, hogy iszonyú jelentőségű. Ott tartottunk, hogy csillagközi utazás teleportációval, fénynél gyorsabb utazás, a fénynél lassabb, fénynél gyorsabb utazás lehetséges, mert megnézzük a szemüvegemben, a fény lassabban utazik. Ha az a vonatkoztatási rendszer, akkor az üvegen belüli fényhez képest van, onnan nézve gyorsabb fény, csak hogy az is a fénynek a sebessége, de majd erre visszatérünk. Elgörbített téridő az elején láttuk, ugye a gravitációs lencse, csak hogy ne úgymond a levegőbe veszélyek, féreglyukat, hát én nem tudtam még mutatni, kint a kertben van, nem győzzük őket írtani, de itt másról lesz szó. Kombinált gravitációs, antigravitációs hajtás, na hát erre scifik lesznek. Vegyünk végig a lassú emberes küldetéseket. Rengeteg pénzünk van, lomhák vagyunk, és nagy Arthur C. Clarke féle ráma típusú többgenerációs hajót építünk, majd erről is nézzünk példát. Felfüggesztett életfolyamatok, hibernálás, kiterjesztett emberi élettartam. DNS törés, a DNS végének törését megoldják, akkor lehet, hogy még a 100 éves űrutazás is elviselhető rész, és akkor a fene akar gyorsabban odaérni. Kettő folyamat egymás ellen hat, ezt akartam mondani. Fagyasztott embriók, na jó, de kiszüli meg őket. Ezek egy, amit most csinálok, ez egy összefoglaló dolog. Tehát amiről mások már idáig publikáltak, beszéltek, tudományos folyóiratokban, lektoráltan megjelent cikkekben megjelentek, illetve a sci-fi-nek olyan művelői csinálták, akik maguk is minimum doktorok és egyetemi tanárok voltak, és úgy írtak sci-fit, hogy kéjjel tanuljon az a szerencsétlen gyermek, ha tankönyvként adták volna ki, a fene nem olvasta volna el, de ha sci-fi regénybe adta ki az értekezését, akkor ugye a Ráma című könyvet úgy olvastam ki, hogy este 9-kor kezdtem, és reggel 4:45 körül fejeztem be. Illetve van egy olyan lehetőség, egy nagy-nagy-nagy áttörés. Tehát olyan eljárások, amelyet a fizika jelenleg nem ismert, majd a Star Trekben használnak ilyet a sci-fiben. A legnagyobb sebesség elérésére képes meghajtás, ami a legnagyobb sebesség? Az adott helyszínen legnagyobb sebesség, tehát egy görbetérben legnagyobb sebesség, más, mint kívül, és hogyha legalább kívülről nézve elérjük azt a sebességet, akkor már gyorsabbak is tudunk lenni a fénynél, majd erről beszélünk. Illetve olyan fedélzeti energiaforrás, ami ezt biztosítani tudja. Most ez az utolsó oldal, a nagy áttörés, ez nincs. Erre várunk, de körülbelül ilyennek kéne neki lenni. Tehát mondjuk egy nőnek az ideális férjéről vannak elképzelései, ugye, de nem mindegyik találja meg. Én sem vagyok valami nyerő, hát ilyenekkel foglalkozok a helyet, hogy otthon porszívoznék. További ötletek, térgörbítő henger, térgörbítő csápok, görbített tér, vasútvonal, olyan, mint egy vasút. Erről majd lehet, hogy Béla fogni egy-két szót mondani. Időutazásokkal kibővített lehetőséget, Van Stockum henger, ugye nemes volt szegényként. Erről Béla előadásében már sokat beszélt. Kerféle forgó stabil fekete lyuk belsében áthaladás és időben visszatérés, ezt megnézhetik az interneten, 2007 áprilisban készült, és a Teplicki úrnak a jó voltával jelenleg is fent van az interneten. Nagyon szépen köszönjük. Ezt, és ezúton szeretném köszönteni a jövőben, innen nézve jövőben levő embereket, akik a kamerák lencséi mögül figyelnek. Ez is egyfajta időutazás. Tehát lehet, hogy akik most itt ülnek az elsősorban, később a kamerák lencséi mögül figyelnek minket a téridőből. Tehát vegyük sorba most a lehetőségeket. Fissziós, makasadás, fúziós rakéták, atomrobbanás, blabla. Egy a bajom vele, hogy nehéz. A Béla rögtön a legelején elmondta, hogy mennyi kínlódás van előállítani, ez borzasztó nehéz kinyerni, felejtsük el, hidrogénbomba jobb, fúziós rakéták, hajtóműanyag, deutérium, trícium, illetve hélium-3, ez ugye a világűrben is van belőle, a napból is jön, nagyon jó, a sebesség, a fénysebesség 1/10, mit találtak ki rá az emberek,
Julán nevű emberke, Julán 1947-ben találta ki ezt a bizonyos Orion nevű projektet. Itt látható az ura, hogy hogy néz ki, jelenleg nem sokat mond, mert mindjárt mutatunk rá mást. A cél olcsó bolygóközi utazásokat csinálni. Itt van néhány adat, hogyha valakit érdekel részletesebben, majd az internetről le tudja tölteni, vagy ezt a prezentációt, vagy pedig végig tudja nézni újra, de abban nem lehet kulcsszavakra keresni. Megnézzük, hogy hogy képzelték el ezt a bizonyos nukleáris impulzus hajtást. Itt van a szerző neve, ő a forrás, Rhys Taylor nevű ember volt, aki volt szíves és elkészítette ezt. Olyan különleges hanghatások nincsenek hozzá, van alatta egy zene, illetve majd egy jelentős hanghatás lesz, amit beszeretnék mutatni. De láthatjuk, hogy a meglevő hordozó rakétákhoz képest körülbelül 20-szor akkora, bocsánat, a meglevő hasznos teherhez képest 20-szor akkora, 20-szor annyi hordozó rakéta kell hozzá, tehát 20 darab mondjuk Saturn 5, és ezeket rögtön az elején el is veszti, nincsen szüksége. A kellő magasságban, ahol a légköri atomrobbantásokat már kisméretben meg lehet csinálni, tehát ezek nem pusztító erejű atomrobbantások, hanem ilyen kisméretű durrantások. Gyakorlatilag, hát nem tudom, egy ilyen szöcskéhez lehetne hasonlítani, amelyik maga alatt csinál egy ilyen hidrogén robbantással egy átmeneti talajt, és akkor azon ugrik egyet, mint a bakkecske. Mi szeretik ugrani ezen a videón, hogy ne ilyen lassú legyen, de hát szerintem elég szép. Kiterjeszti magát, hogy ne forogjon olyan gyorsan. Mindenféle napelem, egyéb dolgok vannak rajta. Hát ez most szép lassan elér a... Hát mondjuk azt, hogy egy másik naprendszernek egy Mars-szerű bolygójára. Ott természetesen menetirányjal szemben kihangosítunk? Hát ezeket a bizonyos puffadásokat mindjárt fogjuk hallani. Kicsit megzavarta azt, hogy belüktem a dugót. Ennyi volt. Ilyen szép animációkat tudnak csinálni, akik kapnak rá pénzt. A lehető legjobb gépemet igyekeztem elhozni, a lehető legjobb operációs rendszerrel. Valamikor ez még működött. Jó, hát szerintem most átadom neked egy kicsit a szót. Na kérem, tisztelettel, ezt a hajtási módot, tehát nem atombombával, hanem valami klasszikus robbanóanyagokkal. 1899-ben javasolták először, akkor valami német szerző, akinek most fejből nem emlékszem a nevére, az kiadott egy könyvet, hogy hát így lehetne hajtani légijárművet, és hát ő rakéta helyett javasolja ezt. Elmondhatod a Barcel Ramjetet is, azért adtam át. Tehát ez nem egy új ötlet, több mint 100 éves, csak éppen az atom- és hidrogénbombák egy új lökést adtak a gondolkodásnak, mert hogy azok sokkal nagyobb kifúvásokat tudnak csinálni. Ez valószínűleg, ha valamire jó, akkor arra jó, hogy nagy terheket lehessen vele szállítani. De nem tudjuk előre, ez egy lehetséges űrhajó meghajtás. Ha a társadalomnak szüksége lesz rá, akkor csinál ilyet. Na mostan 4 évig folyt egy projekt az 50-es évek végén és a 60-as évek elején az Egyesült Államokban, amikor komoly emberek, köztük a NASA, ilyeneket tervezett. Azután, hogy elfogadták az atomcsendszerződést,
fölhagytak ezzel a tervezőmunkával, de bármikor képesek lennének ilyeneket tervezni, és valamennyi idő alatt megvalósítani. Na most akkor jön a következő, ami hát hogy mondjam, tervrajzot nem tudnánk csinálni ebben a pillanatban, de elképzelés van. Ez a Bassard Ranch. A Bassard az egy szerző volt, aki ezt javasolta. 1960-ban. Igen. De ez légköri körülmények között már ismert, csak akkor úgy hívják, hogy torlósugárhajtómű, és repülőgépeket terveztek ilyen alapon, és sikerült megcsinálni úgy, hogy szélcsatornába meg eféle helyeken valamennyit repült. Ott de... is van egy magyar név, Kármán Tódor. Na jó, a Kármán Tódor mindennel, ami repülőgép foglalkozott, ilyen aerodinamika és így tovább. És hát az itt nagyon fontos. Ugyanis milyen a torlósugárhajtómű? A torlósugárhajtómű a leget... Most egy repülőgépet mondok, és aztán innen majd elképzeljük a Bassard Ramchetet. A torlósugárhajtómű az igazából egy üres henger. Itt van, csak mutatom. Igen, de az egy üres henger. Tehát van neki egy fala, a falában van valami, mindjárt mondom, hogy mi van, és belül üres. Na most már nem egészen henger alakú, tehát olyan körkeresztmetszetű, de belül olyan ügyes fúvók alakja van. Miért? Hát kérem, a torlósugárhajtómű úgy működik, hogy valahol a közepén, tehát az egyenlítői övben vagy mi. Ugye megmutatom, oda megyünk az valami adott helyre. Valami hőfejlesztés folyik. Hogy, azt most ne kérdezett tőlem senki. Hát mondjuk kerozint gyújtunk meg. Na most, amikor már elég sebességgel mozog ez az izé, hogy azt a kezdősebességet honnan kell venni, az technikai probléma, akkor az elején beáramlik hideg levegő, azt fölmelegíti a közepén a hőforrás, és ettől a hátulján gyorsabban fúj ki a meleg levegő, mint ahogy elől bement. És akkor ebből egy előrehajtó impulzus keletkezik. Hogy ezt pontosan hogy kell csinálni, az nagyon ügyes fúvók alakokat kell csinálni, és ezzel kísérleteztek szélcsatornába, és akkor ez repül. Meglepő? Hát nem meglepő, mert energiát a fűtésből kap. Csak az a trükk van, hogy kell az energiából impulzust csinálni, és ahhoz kell ilyen fúvókákat tervezni. Tehát ezzel történtek próbarepülések. Nyilvánvalóan, ha nagyon sikeres lett volna, akkor ezzel közlekednének a repülőgépek. De valamennyire, tehát képes volt előrehajtó erőt meg efélét adni. Na és akkor most jön a Bassard Ramchet. A Bassard Ramchet az ugyanez űrhajóban. Tehát a csillagközi tér tele van protonokkal. Tehát hidrogén atomokkal. Napszél meg az univerzum anyagának a nagy része hidrogén meg efélék. Na most ez nagyon ritka. És ezért azt valami mágneses terekkel, vagy mikkel össze kell terelni, és hogyha az űrhajó már elég gyorsan megy, és ez a mágneses tér ügyesen van kiképezve, és így tovább, akkor az összeszed annyi hidrogént, ami elég ahhoz, hogy. Na mi ez? Az egyenlítőiségben, ahol a torlósugárhajtóműnél mondjuk kerozint égetünk, ott szabályozott, termonukleáris fúzió megy, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Várjunk még egy néhány évet, amíg a nagy termonukleáris erőművek elkezdenek energiát termelni, és utána majd gondolkozhatunk azon, hogy csináljuk ezt meg a korábban, ami űrhajónak is jó. Na mostan akkor a keletkező energia fölhevíti a hidrogéngázt, meg hélium, ami keletkezik belőle, az hátul a fúvókán távozik, és akkor ettől ez gyorsul. Mindenféle találgatások vannak, hogy mekkora végsebességet lehetne így elérni, de a fénysebesség
hatodától a feléig mindenfélét mondtak már, és nem kell neki üzemanyag. Mert hiszen az üzemanyagot ő saját magának szedi össze, ugyanúgy, ahogy a torlósugárhajtó mű beszívja a levegőt elől, és kiköpi hátul, csak a torlósugárhajtó műnek valamennyi kerozin kell, hogy ezt égesse, de a Bussard Ramjet az a hidrogén atommagokat égeti héliumá, amit összeszedett. Na most, ha valaki azt mondja, hogy ez megvalósíthatatlan, mert mit tudom én, milyen ütemben kellene mágneses térrel terelni a hidrogénatomokat, és így tovább, akkor erre azt mondom, hogy amikor nekiálltak urán 235-öt dúsítani olyan módon, hogy uránhexafluoridot csináltak az uránból, és utána azt nagyon sokszor átküldték a szűrőkön, miközben az szétmarta a szűrőt, akkor mindenki azt mondta, hogy ez nagyon nehéz lesz, csak éppen aki túl hangosan kiabált ellene, azt esetleg elvitte a katonai rendőrség. Akkor most itt tovább lépünk. Tehát Bussard Ramjetet el lehet képzelni, olyan tervrajzot ebben a pillanatban még ketten együtt sem tudnánk csinálni, amiben lenne, hogy hány milliméter a fuvóka belvilága és eféle. De ez a fizikai, az ismert fizikai törvények szerint lehetséges. Óriási technikai problémái vannak. Akkor beszéljünk az antianyag rakétákról valamit. Az antianyag rakéta ugyanolyan kellemetlen, mint ez a Bussard Ramjet, aminek energetikailag azért az volt az ideig végeredménye, hogy nem fog annyit tudni begyűjteni, mint amennyiből a hátrafelé energiát. Jó, de ez a torlósugárhajtóműves repülőgépre is igaz. Ugyanakkor lehet, hogy sűrűbb részében a galaxisnak ez működik, viszont ott meg annyival nagyobb a közegellenállás, hogy megint nem fogja tudni magát rajta túlvinni. Az antianyag rakétákkal meg ugyebár az a baj, hogy nem nagyon van tele a világ antianyaggal. Ha összetudnánk gyűjteni annyit, és izolálni tudnánk valószínűleg elektromágneses térrel, hogy ne az első pillanatban szétvesse a hajót, hanem irányítottan történjen ez a kisugárzás, és ráadásul előre toszigassa az űrhajót, és azt mindezt egyenletesen csinálja, azért ez eléggé bonyolult játék. Azt mondja, hogy lézeres meghajtás, ez egy nagyon fontos dolog lesz, mint a későbbiekben. Egy kis türelem. Szeretném én is látni, amit a képernyőn látok, de lehet, hogy semmi esélye nem lesz rá. Az előbb már említettem a technológia nevét. Technológia nélkül említettem. Szeretném az előadást tovább tartani. Addig csak annyit, hogy létezik egy sci-fi sorozat, egy Steve Baxter nevű ember írogatja. Megijedt tőled a gyerek. Ami azzal foglalkozik, hogy mi lett volna, ha 1720-ban egy antianyag tartalmú üstökös lejön az Antarktiszra, és azt az 1850-es években angol sarkkutatók megtalálják. És akkor ebből kifejlődhetett volna egy alternatív ipari forradalom, ami az antianyag szabályozott felhasználására épül. A dolog teljesen valószínűtlen. Na éppen ezért, mivel teljesen valószínűtlen, próbálunk megint visszamenni, amelyik valószínű. Iszonyatosan koncentrált energia lenne, tehát ha az a feltétel vagy feladat, hogy nagyon kicsi térrészben, nagyon kicsi tömegben sok energiát vigyünk magunkkal, akkor az antianyag egy optimális hajtás, semmi más szempontból nem látszik célszerűnek. Ha majd az ecserén lehet kapni, akkor elhiszem. Tehát menjünk tovább, ugye lézersugár meghajtás. Ez egy nagyon fontos dolog a számomra is. Robert Horvard nevű amerikai fizikas űrkutató mérnök és híres sci-fi író találta ki. Az a lényeg, hogy párhuzamos meghajtó lézer sugár érkezik hozzá, koherens, ami vitorlának, vagy ernyőnek, vagy tükörnek
lehetne nevezni, neki ütközik, és a fénynyomás az, ami gyorsítja. Amikor elindítják egy távoli helyszínre, ugye a lehetséges elérhető sebesség, a fénysebesség, vagy mondjuk annak a fele körülbelül, vagy akár a fénysebesség is, akkor a nagy ernyő ugye ott elől megy, és húzza maga után a kis egyelőre eszközt, majd amikor elér az adott helyszínre, vagy a felénél, félúton, akkor már csak a kisebb, odajuttatható eszköze van szükség, tehát hasonlóképpen a földi rakétáknak a hasznos terhe a teljes tehernek egy elenyésző kis része. Ezért a nagy ernyőt, mint egy falként ugye le lehet választani, és az részben vissza fogja verni a sugarakat, és a hasznos felületére fogja visszaverni ennek az ernyőnek. Kicsit torzít az ábra, mert ugye itt ezen a környéken ő úgy rajzolja, hogy mintha amikor már távol lenne tőle, akkor is ez a vitorla belefókuszálja a kis ernyőbe, nem itt közönséges párhuzamosan haladó sugarakról van csak szó. Megpróbálok róla egy animációt létrehozni, ha sikerül. Igen. Elviekben ennek működni kéne, tehát így néz ki ez a bizonyos esernyőhöz leginkább hasonlító eszköz. Az esernyőnek ugye a klasszikus része ez az ernyő, és ez a bizonyos hasznos teher pedig itt ezen a tájékon van, amelynek az a feladata, hogy majd a végső helyszínen, ahova ő megy, megfigyeléseket végezzen, akár egy ottani napkörüli pályára álljon, netán az ottani helyszínen egy célbolygó, mondjuk egy exobolygónak a megfigyelésére is alkalmas lehessen. Az illető, mint említettem, Forward fizikus volt, és számításokat végzett hozzánk hasonlóan, csak jóval előbb, hogy mekkora tömegeket lehetne ezzel megmozgatni, és hogy milyen távolságokat mennyi idő alatt tudna megtenni. A pillanatnyilag legelképzelhetőbb megoldásnak tűnik, és ez irányba komoly fejlesztések néznek ki. Többet ugye nem tudok egyelőre mondani, mert az egész a kezdeteknél tart, de folyamatban van. Annyit hozzátennék, és aztán általában Bélának a szót, hogy minél kisebb valami, the smart is beautiful, de nem csak emiatt, hanem minél kisebb valami, ugye annál könnyebb is lehet, és minél kisebb valami, annál kisebb energia kell ahhoz, hogy őt mozgassam, és a meglevő energiával, amink van, lehet, hogy annál tovább lehet menni. Majd erről fogunk a végén szólni. És akkor a fizikailag elképzelhetőleg, így nekem is megjött a gép, a kép fizikailag elképzelhetőleg, de ezek spekulatívak. Ugye idáig a legelképzelhetőbb technikai eszközt mutattam be, és most fikció lesz, de amire a fizika lehetőséget ad, itt összefoglalom gyorsan, nem mondom, fénysebességi utazás, csillagközi utazás, teleportációval, fénynél gyorsabb utazás, elgörbített téridő, féreglyukak, kombinált gravitációs, antigravitációs hajtás, mint ahogy már az előzetesben mutattuk. Fénysebességi utazás. Hát nézzük meg, azt mondja, igen, a fizika egyed valamely módon információvá kódolható lenne, és a célállomáson visszakódolható lenne, hát ez legalábbis a hangunkkal megtörténik, akkor a fénysebességen oda küldenénk, ott összeraknánk, és akkor nagyon boldogok lennénk. Hát ez majdnem, hogy azt mondom, hogy marhaság, én nem szeretnék ilyen lenni, hogy előtte szétszednek engem, és majd valahol valamikor összeraknak. Tehát ez gyakorlatilag a célszemély halálát jelenteni, ha tényleg szétszednék. Ha nem működne olyan technológia, hogy csak végigpásztázzák, és az adott helyszínen lemásolják, akkor ennek semmi értelme nem lenne.
A Star Trek-ek ugye így működnek, hogy a Star Trek film, nagyon remélem, hogy mindenki ismeri a szakfilmeket, hogy úgy jön az az íz, és akkor brum, mint a pezsgőben a buborék, és akkor puf, már a másik helyen van. Tehát az adott helyen az illető gyakorlatilag meghal. És a másik helyen újraépül. Egyébként egy kicsit korábbi Fred Hoyle-nak ez a kedvence volt, ez a fénysebességgel való átküldözgetés, és legalább két sci-fi-ében nagyon komoly szerepet játszik. Az egyik az Oszcián küldetése, amiben egy szupernova kitörés előtt álló bolygó néhány lakója küldi el magát ilyen módon, mert ott úgyis elpusztulnának. A másik az A, mint Androméda, ami enyhén szólva kicsit rémtörténet jellegű. Ott is egy idegen értelem átküldi magát ide, és aztán nagy befolyást szerez a Földön. Ezek elvileg elképzelhetők, de senkinek fogalma sincs, hogy ezt hogy lehetne megoldani. Az ábrán itt egyébként azt lehetett látni, hogy a szemlélő úgy körülbelül egy szimulációs matematikában, hogy látna egy ilyen végtelen kockarácsból álló mászókát, hogyha ilyen jönne vele szembe fénysebességgel, ez éppen itt a fénysebességű haladás. Lehet, hogy újra indításra tudom vinni, tehát ez egy olyan normál sebesség, akkor egyre gyorsul, és a szemközt jövő, tehát ugye rácsozatot, vagy régen volt olyan gyerekjáték, hogy Babilon, azt valahogy ilyen jellegűnek látná, aki haladna benne. Ez a tájékozódást mondjuk nagy mértékben megnehezíti. Tehát a csillagközi utazás teleportációval, ahogy a sci-fi példákat elmondtam, de még egy van itt, sugok magamnak. Az ötödik elem, a fifth element, itt DNS-t reprodukáltak, tehát tulajdonképpen nem kilódtak avval, hogy az egész testet átrakják, hanem magát a DNS-t kódolták vissza, és abból állították elő. Tulajdonképpen jó belegondolunk, ez egyfajta fricska, úgy magunk között szólva, egy picit mélyebben belegondolunk az amerikaiaknak, azok kellettek hozzá a franciák, hogy azt mondják, hogy nem kell az egész lény hozzá, elegendő egy maradék belőle, és akkor is reprodukálni lehet. Tehát fénynél gyorsabb utazás, ismételten spekulatív fizika, a fizikusok és a szerzők számos megoldást találtak. Én nézzük itt az elgörbített téridő. Láttuk az elején, hogy el lehet görbíteni a téridőt? Láttuk. Ha úgy magától létrejön valami, akkor miért ne lehetne megpróbálni? Az elgörbített téridő egy olyan buborék lesz, mint a delfinnek a vízben a légbuborék. A delfin szeme előtt mászkáló légbuborékban a fénysebesség eltérő, mint a vízben. Van ilyen a természetben? Van. Egészen kézzel fogható, a búvár is lát ilyet. Sőt, mindenki este, hát a sörben nem látszik, úgyhogy mi már rég láttuk, de aki még iszik vizet, az és megkavarja előtte, az láthatja, hogy eltörik benne a kadál nap, mint nap, és azt mondja, rám is szokott szólni, hogy ennyi kanalat eltörni egy nap, az nem szabad. Most már gyerekeim is rám szólnak. Tehát a téridő görbítéssel ott van fönt egy egyenlet, azt nem akarom jelen pillanatban értelmezni. Ugye Einstein egyenletnek megfelelően teljesen igaz, hogy a téridő görbült. Ha nem lenne görbült a téridő, lerepülnénk a földre, lerepülnénk mindannyian a földről, úgyhogy eléggé kézzelfogható és nyomós oka van, hogy az ember téridőben él, amelyik görbült. De ugye a mi problémánk az, hogy viszont az ennyire egzotikus téridő, térgörbítő micsodánk nincsen, tehát ugye negatív anyagunk vagy technológiánk. Az elektromágneses teret ugye ragyogóan görbítjük közönséges tekercsekkel, tehát semmi gond nincs benne. Itt van a bizonyos féregjük, ez is a relativitás elméletekből jön, Einstein-Rosen-hídként vált híressé. És egy Hermann Weyl nevű német matematikus az elektromágneses energiájának, a tér energiájának számítása közben jósolta meg,
hogy van ilyen, ilyen lehetőség. Tulajdonképpen mondok egy féreglyukat az elektromosságban. Mindenki elő tud otthon ilyet idézni, csak nehogy tüzet csináljon vele. És kicsit villamosmérnöki dolog, a Paschen görbe alapján, ugye az E-vektor nem lép ki a vezetékből, mert különben igen szép nagy szikrázás lenne otthon, mert azért van maximálisan elérhető vezetékben tartott. Tehát olyan elektromosságunk van, amelyik nem engedi meg, hogy olyan elektromos művünk van, művek vannak Magyarországon, nem engedik meg, hogy olyan féreglyukaként kiuráljanak az elektronok a vezetékekből, mert az káros lenne az egészségünkre. De amikor ívet húznak, akkor tulajdonképpen így jár szerencsétlen elektron. Hát milyen jól érezte magát a kristályrácsban, a fém kristályrácsán volt, lehet ide menni, oda menni, bolyongani, puff, egyszer csak kikerül egy olyan helyre, és soha az életben nem kerül vissza ugyanabba, ahol idáig volt, pedig lehet, hogy kiválóan ellengett, az elektron ki se ment az adott vezetékből, csak ott szépen lengett, nagyon kényelmesen érezte magát, és közben asszony is örült neki, hogy ugye a mosógép közben kimosott. Elgörbített téridő és féreglyukak, itt egy ilyen animációt mutatunk, amikor lecsöppenik, vagy átcsöppen egy másik viszonylag sík időtérből két időtér között, most ezt jól elmondtam, tehát két időtér közül a felső kettő, amit összekötött, és egyszer csak puff, elcsöppen egy harmadik téridőbe. Lehet, hogy az egész világegyetemünk így alakult ki, stb. Ebben most nem megyünk bele, de bátorító dolog, mert ezek is történelmi, tehát fizikai történelmi események. És cifi példákat vegyünk, ugye a Star Trek állandóan használta, a Battlefield of the Earth-t, ismételten ugye egy Travolta film, Csillagkapu Stargate, a nagyon komoly film a Carl Sagannak, ugye a Kapcsolat című filmje, a Contact. Az egész féreglyukas és térgörbítős idő utazás nagyon jól megvan benne csinálva, jól megvan animálva. Az az ejtés az elején nem teljesen világos, de hát az volt a legolcsóbb megoldás, minek riassza el Carl Sagan a emberiséget, hogy nem lehet egy egyszerű pottyantással átmenni a világ egyetem túlsó felére. És a Star Wars hiperűsebesség, stb. Az ötlet legalább 1964. 1964-ben írták az első komoly monográfiát neutroncsillag számításokról, Harrison, Wheeler, Vacanó és Tarn. Ezek fizikusok voltak, tehát nem sci-fi. És az egyik rövid fejezetben van egy ábra, ami a lecsöppenést illusztrálja. Most a videó már más a következő részhez, de így van időnk. Úgyhogy ez nem fantázia, ez az egyenletekből kijön, persze ilyen gravitációs összeomlást, azt mi még nem tudunk csinálni. Valahol a tejútrendszerben valószínűleg most is történik, de nem vesszük észre. Úgyhogy... Ezektől az egzotikus fizikai dolgoktól egy kicsit lépjünk vissza abszolút realitásokhoz. Ugye többször említették Amerika erejét avval, hogy nem csak egy piramis tudna építeni a meglevő GDP-jéből, hanem egy piramist földkörüli pályára tudna állítani. Egy piramis tömege már majdnem elegendő lenne egy ilyen ráma típusú űrhajóként híresült el, Arthur C. Clarke-nak a Ráma című regényéből, amelyben kisbolygóknak már mindenféle neveket adtak, és éppen az indiai elnevezésekhez értek, és azt hitték, hogy ez egy kisbolygó, mert olyan pályán érkezik az Oort felhő felől, majd nagyon furcsa pálya módosításokat végzett, és ez egyébként az előbb említett, azt hiszem, Daedalus meghajtást, mindegy, most éppen másra koncentrálok már erre a látványra, tehát egy olyan űrhajót oda küldenek a földi emberek, olyan 2034 vagy 2134 körül játszódik, és bemennek ebbe a bizonyos henger alakú valami csodám, ami kiről úgy néz ki, mint egy kapszula. Az átmérője körülbelül 40 kilométer, a hossza meg olyan 100 kilométer, de talán még annyi sem, és a tengelyén van egy bejárat,
és ez az egész forog, tehát látjuk, hogy a tengelynek a negatív hengerén, tehát a csapban oldalára tapadnak az emberek, hiszen ahogy forog egy ilyen a centrifugához hasonló an, ugye kisodródnak a szélére, és ott meg tudnak állni. Most az a pillanat lesz, hogy a henger belsejébe egy közönséges fáklyát dob be, ami a végén majd tűzijátékként fellobban, és akkor egy pillanatra beletekinthetünk ennek a rámának a belsejébe. Látjuk, hogy egy hatalmas henger belső, és mintha egy helyen városokhoz hasonló helyszín lenne benne. Mint ahogy említettem, ez Arthur C. Clarke-nak volt az ötlete. Most nagyon bízom benne, hogy tovább fog menni a szép animációra, és azt meg tudom mutatni. Jó, csak annyit, hogy a Clarke javasolta 45-ben a TV közvetítő műholdak pályára helyezését. Ő egy mondjuk rádiómérnök, vagy valami ilyen végzettségű ember volt. Tehát ez nem fantáziálás, amit ő művel, vagy hát fantáziálás, de megfelelően dresszírozott aggyal. Amit most fognak látni, azt, aki sűrűn jár Lukács Béla előadásokra, ő már szerintem láthatta, ez nem más, mint a rámának a belseje. Egy kicsit hagyom önöket nézelődni. Aztán utána majd elmondom, de szerintem elég sok mindent lehet belőle látni. Ugye az ívelt vidék, bal oldalt a kupakja van ennek a hengernek, ami ilyen szürke felület volt. A túloldalt az a valamilyen hajtómű, amely belóg a úgynevezett hasznos térbe, de erősítésekkel, ilyen boltívhez, de inkább ilyen húzott boltívhez hasonló, acélhoz hasonló erősítések vannak. Természetesen mi más lenne benne, mint ugye New York. Vannak rajta felhők egy jól kiszámított helyszínen, tehát a víz pára ott is ugye fölszáll a felszínhez képest, azaz könnyebb, mint a közönséges levegő, és látjuk, hogy milyen szép, tehát ugye barátságos, ökológiailag elképzelt tájon folyik ez. Ezek az űrhajók úgy működnének, hogy részben eléldegélnek rajta, mint ahogy az emberiség eléldegél a Földön, részben pedig alvó állapotuk lenne, tehát ilyen hosszabb hibernáció, nem kell mindig reggel a hatra bemenni dolgozni, elég, ha néha összejönnek és megbeszélik, hogy hát most megint elhagytunk egy csillagot, akkor megyünk aludni egy hosszabbat, és aztán utána néha fölkelnek. Ez olyan társadalmaknak lenne, olyan civilizációknak lenne elfogadható, ahol már megvan oldva a DNS-nek az eltöredezettségének ugye a kiavítása, tehát nem öregszenek, el vannak mint a befőtt. De egyébként ne felejtsük el, hogy az emberiség történetének a nagy részében, tehát az utolsó 10 000 évnél régebbi időszakokban, az emberi társadalom alapszervezete egy körülbelül 30 fős horda volt, és a 30 fős hordák valamilyen egyességeket kötöttek egymással a közeliek, mert esetleg nem volt benne éppen megfelelő korú eladó lány vagy fiú. Tehát ilyen házasodásra és szertartásokra egy néhány horda összeállt. Tehát év tízezredekig az emberiség nem ismert egy néhány száz főnél nagyobb szervezetet, és kiválóan érezte magát. Tehát, hogyha egy ilyen kisbolygó méretű izét föl lehet rakni, és élhető belsőt lehet csinálni neki, a lakosság korlátlan ideig el van benne. Tehát az emberi ösztönök szempontjából ez önmagában is élhető egész. Akkor ott tartottuk, hogy
valamilyen úton, ugye, tehát vagy az életet kell meghosszabbítani, vagy pedig fel kell függeszteni az életfolyamatokat, hibernálás. Spekulatív jelenleg, bár vannak már olyan gyógyíthatatlan emberek állítólag az USA-ban, ahol akik lehűtették magukat. Ilyenek valóban is vannak, a kérdés az, hogy fölfognak-e. Hogy fölfognak-e támadni, az egy másik dolog. Sikeres fejlesztésre nem ismert példa, de valaki javítson ki, aki tud ilyet. Viszont ami igaz, fordítva akartam, ami itt vékonnyal van írva, azt erősebben, hogy műtéteknél azonban már teljesen jó hatékonysággal lassítják az életfolyamatokat, a túléléshez több műtött embernek szüksége van rá, ugye, amit per pillanat a sci-fi példa mutat, jó sci-fi, tehát nem butaságokkal van tele, hanem olyan információval, ami gyakorlatilag tudományosan használható, mégpedig nem volt más, mint a hibernációs ágyakat lehetett itt ugye látni, a hibernációs fekhelyeket. Itt a egy darab ügyeletes űrhajós ugye tevékenykedik, aztán majd valamikor őt ugye fölváltják, ő is befekszik egy ilyen ágyba, és kiválóan álmodik jobbnál jobb dolgokat. Szintén a hosszú távú űrotazáshoz való egy kisméretű henger, kisméretű gyűrű alakú, amely forog, hasonlóképpen a rámához, csak kisebb méretben, a centrifugának az elvét használja, és így a földet érezhet úgymond a talpa alatt az illető. Ezek voltak a hosszú távú űrutazások, amelyeket vagy az életnek a kitolásával, élettartam kitolásával, vagy pedig hibernálása, tehát az életfolyamatoknak a lassításával tudunk megtenni. Nagyon örvendek a operációs rendszernek, hogy nem pont azt csinálja, amit szeretné, de majd bízunk benne, hogy ez is előbb-utóbb elkövetkezik. Amiről szó lesz a továbbiakban, az olyan technológiai lehetőség, amelyik keveredik a fizikával, az igazi kézzelfogható technológia az elképzelésekkel. Mindjárt csak észhez térjen a gép. Addig, ha tudnánk valamit mondani a forgó kerféle fekete lyukakról. Ó, hogy nem. Ilyen sötét van Kerr benne. Kolléga 1962-ben az Einstein egyenlet megoldásával töltötte idejét, mert mivel hogy általános relativitás elmélettel foglalkozik, és teljesen véletlenül talált, a teljesen véletlen azt jelenti, hogy nem ezt kereste, de talált egy megoldást, amiről kiderült, hogy forgó test külső tere. Hogy külső az azt jelenti, hogy olyan helyen, ahol már nincs anyag, ott oldotta meg, tehát a testen kívül vagyunk. Az, hogy forog, az abból látszott, hogy ilyen körbe sodrás van a téridőben, tehát magával akarja ragadni kör irányba a köréje szórt kis vacakokat, tehát nyilvánvalóan ő forog, és akkor némi tanulmányozás után kiderült, hogy ez olyan téridő, aminek végtelen nagy görbülete van egy gyűrű mentén. Tehát van egy forgástengely, így a forgástengely függőlegesen. Van egy vízszintes sík, a vízszintes síkban van benne a gyűrű. A gyűrű forog körbe önmagában. És eközben a közel került anyagot magával ragadja a forgás irányba, és így tovább. Na mostan akkor nekiálltak, és a 60-as évek második felében Bauer és Lindquist számolta ki, hogy a magára hagyott testek
hogy mozognak a közelében. Hát ez volt ez a körbesodrás, meg mi egyéb, és akkor kiderült, hogy ez fekete lyuk. Tehát ugye a következő van, van ez a gyűrű alakú végtelen térgörbület, és a gyűrűn át lehet esni. Hát miért ne lehetne egy gyűrűn átesni, ugye? Na de ez azért ravaszabb. Most két változata van, a nagy perdületű és a kis perdületű. A kis perdületnél úgynevezett horizont van valahol, tehát ami alól a fény nem jut el hozzánk, de ezzel most ne zaklassuk saját magunkat. Képzeljük el, hogy mi egy űrhajóban vagyunk, az űrhajó megközelítette ezt a gyűrűt, és akkor kikapcsolta a motorjait, és most esik. Véges idő alatt, amit az űrhajóban belül lévő órák mutatnak, és amiket az űrhajós érez, ő át fog esni a gyűrűn, hogyha olyan irányból indult. Tehát ha például függőlegesen a tengely mentén fönn van jól magasan, és akkor elejti magát, akkor jön lefelé a forgás tengely mentén, és egyszer csak a gyűrű magasságába ér, és átesik a gyűrű. Na már most kérem tiszteletben. A mindennapi életben, ha valaki átesik egy gyűrűn, tehát itt a gyűrű, és így átesik. Akkor északról jött, de hirtelen már délen van. És megint távolodik a gyűrűtől. Ezzel szemben a Kerr fekete lyuknál, ha lementem a gyűrűsíkja alá, akkor még mindig északon vagyok, csak negatív értékeknél. Tehát ha a gyűrűn átesem, akkor nem kerülök át délre. Délre akkor kerülök át, hogyha megkerültem a gyűrűt. Na mostan akkor erre mindenki azt mondhatja, hogy ez úgy marhaság, ahogy van. De aztán a 70-es évek elején Brandon Carter bizonyította, hogy ez a legértelmesebb tulajdonságú forgó fekete lyuk. Az összes többi ennél is képtelenebb. Tehát, hogyha nagyon nagy perdületű csillagok omlanak össze, akkor valószínűleg ilyen jön létre. Na most ebben aztán időnként jöttek emberek, és újabb és újabb abszurditásokat mutattak föl. Például az űrhajós időnként saját magával találkozhat. Beesett, de nem annyira, hogy a mínusz végtelenig elmenjen lefelé, hanem egy idő múlva visszafelé jön, és miközben visszafelé jön, találkozik saját magával, amint éppen készül beesni. Erre mindenki azt mondja, hogy képtelenség, de ez jön ki az általános relativitás elmélet egyenleteiből. Akkor két lehetőség van, nem három lehetőség van, egy. Az általános relativitás elmélet rossz. Ez természetesen lehet, de ez a legjobb gravitációs elméletünk pillanatnyilag. Aztán a másik lehetőség az, hogy valami történik, ami megakadályozza ezt az abszurdumot. Erre mindenféle elképzelések vannak, de egyik sincs rendesen kidolgozva. A harmadik lehetőség az, hogy azt mondja az ember, hogy hát Istenem, ilyen is történhet, hogy akkor mi lesz, azt egyelőre nem tudjuk, de milyen izgalmas lenne, hogyha saját magunkkal találkoznánk. Na akkor most azt mondták, hogy idő van, tehát az egész világegyetemet gyorsan magunk alá hengereljük. Van Stockum adta be ezt a, mondjuk úgy, hogy szabadalmat, mindesetre ma úgy mondanánk, hogy copyrightot, amiben azt állítja, hogy egy igen hosszú henger, ha mondjuk olyasmi anyagból lenne, mint a neutroncsillag, már pedig az létezik, és eléggé gyorsan forogna, akkor egyfajta vasutat lehetne építeni a világegyetemben, elég nagy gravitáló tér lenne, mégis elég gyorsan pörög, akkor nem esik önmagába be, és körülötte
egy rugó spirálvonalban mi nagyjából súlytalanul előre tudnánk haladni. Tehát, mint hogy a Föld körül kering ugye a nemzetközi űrállomás, az egy hosszú Föld lenne, akkor lehetne olyan pályát választani, mint hogy a Föld is elfordul, az űrállomás mindig másik körül, tehát ugye részeket pásztáz be ugye maga alatt, illetve a kémműholdak az egyértelmű, hogy körbejárják az egészet. Ugye azt lehet mondani, hogy egy hosszú csőt is körül tudunk menni, mint ahogy egy rugó körül menni, és így össze lehet nyomni a téridőt ezzel a bizonyos rúddal, tehát hasonlóképpen, mint a vízbuborék meg a vízben, a fénysebesség az adott helyszínen a kívülről nézve más lesz, belül ugye fénysebesség lesz, és így két csillag közötti távolságot ezzel a rúddal, ezzel mondjuk egy fényhétre le lehetne, tehát egy hétre le lehetne rövidíteni, csak ez a bizonyos egzotikus anyag, ez az, ami hiányzik. Az csak a végére kell az egzotikus anyag, a két végére. Ha nincs egzotikus anyagom, akkor csak végtelen hosszú ilyen hengert tudok csinálni, és azt nehéz, illetőleg be van adva egy amerikai szabadalom arra, hogy két fekete lyuk között ki lehetne húzni a hengert, de az is nehéz. De viszont, hogyha úgynevezett egzotikus anyagom lenne, negatív nyomású meg efféle, akkor le tudom zárni egy véges henger két végét egzotikus anyaggal, a többi már lehet közönséges is, és ugyanilyen egzotikus anyag kellene a jelenlegi ismereteink szerint, hogy az, hogy féreg lyukakat nyitva tartson, mert különben hajlamuk van bezáródni. Az előbb ugye volt az animáció. Láttunk féregjukat, ha oda valahova nem teszünk ügyesen egzotikus anyagot, akkor valószínűleg bezárul. Na de, idáig jártunk a fellegekben. Egy kicsit beerősítek ismét, egyrészt azért, mert nagyon kevés az időnk. Mikro és nano űrszondákban utazom újabban, azzal kellene hivatalosan foglalkoznom. Egyre kisebb méretben valósulnak meg azok a berendezések, amihez régen egy egész szoba kellett. Ebben azt hiszem, hogy 4 gigabájtnyi memória van. Több szobányi volt akkora mennyiségű memória mondjuk Amerikában a 60-as, 70-es években. Benne van egy darab kis kamera. Mekkorák voltak az 50-es években a tévéstúdióban a kamerák. Van benne úgymond fölöslegesen egy elem, vagyis egy akkumulátor, mert hogyha valamit süt a nap, és megfelelő elektrostatikus térben van, akkor onnan ki lehet nyerni energiát, tehát arra sincs szükség. Magyarán az egész technológia alkalmas arra, hogy egyre kisebb méretű még dolgokat csináljuk. És még telefon is. Még ráadásul. Mert hogy ugye lehet nyomkodni. De valójában az fölösleges, tehát jóval kisebb lehetne az a rész, amire nekem szükség van belőle, az az elektronika, a memória, meg amivel adatokat tudok nyerni, az ennek az egy tizedénél is kisebb. Mondjuk azt, hogy olyan centiméter és néhány száz nanométer nagyságrendben kezdjünk el gondolkozni, és az előbbi lézeres esernyőnket, tehát ugye lézerhajtott esernyőnket próbáljuk elképzelni, hogyha nem tesz tönkre a gépem engem meg, én akkor megmutatom. Ez körülbelül így néz neki ez a Weiling, vagy ilyen torz esernyő. Ez egy köbcentibe tessék elképzelni, az alja az már egy levékonyodott tükör, ez alulról kapja a meghajtást, olyan, mint egy hőpajzs, csak itt nem fékezésre használ, a fékezi, hát ő nem tudja, hogy fékezve van, ugye gyorsítva van, őt lézerrel gyorsítjuk, igen nagy sebességre föl tud gyorsulni, az belseje, amiben most látunk bele, az egy tükör, és a középen levő kékszínű CCD-re a célpontnak a fényspektrumát vetíti, és bizonyos okos kis ilyen giroszkópos hatásokkal igyekszik magát a célon tartani. Ez maga a szerkezet. Nézzük meg a Forward nevű úr által nem bemutatott lézeres meghajtást. Hát ez az én tervem lenne, ez volt a, úgymond a dolgom, hogy ilyet találjak ki.
Ez egy olyasmi dolog, lefordítva magyarra, mint a porszívócső, a fújásra állított porszívócső és a pingponglabda esete. Nem esik ki belőle az áramlásból a labda, mert olyan áramlástani viszonyok állnak elő, hogy ha kilendülne, akkor a nyomás viszonyuk ugye visszalendítik. Itt alul, megpróbálom elindítani az animációt, tehát ez egy egész nagy ugye lézernyaláb. Középen van az a picik, amit most láttunk, ez a kis mikronanoürszonda, és a lézerkévék elkezdik őt hajtani, hát ő ugye így érzi magát, néha ki akar menni a fénykévéből, majd a fénykéve néhány százezer kilométer később ugye ott hagyja őt. Hogy működik ez? Középen infralézerek, és a szélén egyre magasabb frekvenciájú lézerek vannak. Ez valósítja meg azt, hogy ha kitérülne a csőből, akkor vissza térítik, illetve a távolsággal egyenlő a szóródás, de egyre több energiát kap az egyre erősebb lézerektől, amelyek a hengernek a szélén vannak. Összességében egy stabilizációt és egyre gyorsabb, vagy legalábbis stabil hajtást lehet neki adni ahhoz, hogy a forward félre esernyőt is, de forward félre esernyő több tonnányi, de azt mondom, hogy nekem csak egy négyzetcentiméter felület és egy köbcentinyi méretre van szükségem ahhoz, hogy például eljutassam a Holdra, vagy akár a Marsra. Ha árasztásos módszerrel csináljuk, akkor a pillanatnyilag elképzelhető technológiával 2-3 hét alatt el lehetne juttatni mondjuk a Marsra gyógyszert, élelmet, utánpótlást. Úgy, hogy ezekbe a mikro, illetve nanorobotokba beleépítjük, tehát ezeknek a rakterébe. Mi sem egyszerűbb, két egymással szembenéző kéve van, persze úgy, hogy a bolygóknak a pályamozgását követi. Az egyik fölgyorsítja, majd félúton érzi az űrszonda, hogy meg kell neki fordulnia, megfordul és a túloldalon szépen lelassul, és bepotyog egy ilyen gyűjtő ívbe. A fogadó oldal nem pontosan így néz ki, de most ilyen mélységekig nem fogok belemenni. Az előbb volt szó forgó kerféle fekete lyukról. Most egy látszólag teljesen buta logikai ugrás következik. Ezek pillanatnyi megfigyelések 1996-tól 2006-ig folytak földi távcsövekkel, ahol infratartományban a tejútrendszer közepét figyelték meg. És itt, ahol a kurzor volt, bár ez elvilegben ismétlődésre volt téve, a kimérték, igen, ott van, hogy egyetlen egy kis tömegpont között, kis méretű, de hatalmas tömegpont körül keringenek a csillagok a tejútrendszerünk közepében. Ő az S2-es nevű csillag, Star 2, amelyik a fekete lyuk körül kering. Mi az érdekes? Nem látunk akréziós korongot, tehát úgynevezett nyelési korongot. Valószínűleg ki van ürítve, ki van porszívózva jelenleg a tejútrendszernek a belseje, tehát viszonylag jól megközelíthető, a csillagok összegyűjtik a port, a napszerűkkel kitolják, gyakorlatilag álomszerű, steril körülmények várnak minket pillanatnyilag a tejútrendszer közepében. Miért fontos ez? Mert talán akkora méretű ez a ker fekete lyuk, ezt nem én találom ki, van egy súgom, aki ezt súgja, hogy ha véletlenül, ezt még nem tudjuk, egy forgó kerféle fekete lyuk lenne, akkor így át lehetne rajta dobálni akár ezeket a mikrorobotokat. Így néz ki egy kitisztított környékű fekete lyuk. Ugye a tejútrendszer sávját látjuk, annak síkjában pörögve közelítjük, nem is tudjuk máshonnan megközelíteni konkrétan, lehet, de ilyesmi a fekete lyukunk. Hogy ez kerféle vagy nem, egy szinten majdnem mindegy. Itt az optika mutatja, hogy a két sarok, az tulajdonképpen egy gömbszerű tengelyen van, csak az optika befordítja, tehát a két sarka a tengelynek az úgy látszik, mint hogyha behajlana felénk. Itt az erővonalakat mutatja, amikor éppen a behullás előtt lennénk, tehát így összefoglalva ilyesmi a
bal oldalon látható egy ilyen forgókerféle fekete lyuknak a vázlatos ábrája, illetve a jobb oldalon az a Penrose diagram látható, amely azt jósolja, hogy az energetikai viszonyai a zöld, az azt jelenti, hogy vagy a múltba, vagy a, bocsánat, vagy a távoli jövőbe, vagy a múltba vissza lehet belőle menni. Ugye, ha már azt elhisszük, hogy a szemüvegünkben elgörbül a tér, és az általános és speciális relativitás elméletet egy páran művelik, és néhányan, körülbelül 1500 embernek kerféle forgó fekete lyukból doktoria van, talán amiket ők irkálnak, ugye a papír bármit elbír, egy buta mérnök azt mondja, hogy jó, rendben van, hogyha tudjuk, hogy van a jelenlegi technológiánk, amivel akár oda tudunk küldeni a tejútrendszer közepébe eszközöket, hogy a teljes dolgot nem mondom el, de pillanatnyilag bátran merem állítani, hogy csak pénzkérdése, hogy olyan eszközöket előállítsunk, amelyek ezt meg tudnák tenni, akkor 30 ezer évig oda megy, vagy mondjuk 60 ezer évig oda megy, belepottyan a forgókerféle fekete lyukba, a Penrose diagram szerint, ami Nobel-díjat is ért. Szóval a Penrose az határozottan nem egy fantaszta, határozottan nem egy vizes nyolcas, a Penrose az általános relativitás elmélet egyik legjobb művelője. Tehát ugye itt tartunk, most megint meg fog döglenni a kedvenc gépem, a legérdekesebb részek előtt, de akkor is ki fogom kerülni. Igen. Tehát ugye ott tartottunk, hogy beszeretném mutatni, vagy a téridő nem akarja, hogy bemutassam, jó, hogy haladunk át a... Addig mondom, hogy a tejútrendszer közepén valami 30 éve mondják, hogy körülbelül 6 millió nap tömegű és határozottan nagy perdületű valami létezik. Hát ezt abból látták, hogy onnan fújt kifelé hidrogéngáz, meg mi egyéb, és akkor abból a csillagászok úgy megpróbálták rekonstruálni, hogy mi van legbelül. Na most, amit az előbb láttunk, az infrafelvételek, azok nem 6 millió naptömeget mutattak, hanem kevesebbet. Ezt egyelőre nem értjük, hogy miért mutatják, de azok most már határozottan mutatják, hogy ott valami tömeg van, ami tömeget nem látunk, tehát fekete lyuk is lehet, és hát az egésznek perdülete van, hát minden galaxis forog. Tehát valami van ott középen, és a Penrose-ék eredményei azt mondják, hogy az általános relativitás elméletet jól ismerjük, akkor annak a közepén áthaladva érdekes helyekre juthatunk. Távoli jövő, múlt, nagyon távoli helyszínek, valami ilyesmire. Az egész egy őrület, én abban egyetértek, szóval bármelyik mellett most letenném a szavazatomat, akkor valaki ellenérveket és ellenpéldákat hozna föl, de valami nagyon nem megszokott helyre juthatunk el, hogyha átmegyünk a közepén megfelelő irányba. Tehát körülbelül odáig jutottunk el, hogy meg tudtam mutatni azért egy animáción, hogy hogy néz ki ez a bizonyos fekete lyuk, hogyha elhaladunk mellette. Van még néhány animáció, tulajdonképpen a legérdekesebbek, amelyet valami oknál fogva ugye nem akarodzik bemutatni. Olyan animációk vannak hátra, hogy hogyan közelíthetjük meg ezt a bizonyos fekete lyukat, hogyan pottyanhatunk át rajta egy animációs elképzeléssel, és tulajdonképpen az előadásnak vége is lenne, avval a kétséggel, hogy nem állítjuk, hogy ez így van, hanem megpróbáljuk kutatni. Ha az adottak hozzá a fizikai ismeretek és a pillanatnyi elméletekkel nem mond ellent, akkor miért nem mi mondjuk ezt először, mint a vízcseppeket? Tehát az általános relativitás elméletből ez következik, hogy az általános relativitás elmélet a valóságot jól leíró elmélete,
az egy kérdés, de eddig minden ellenőrzés igazolta. Tehát most akkor miért ijedjünk meg attól, hogy szokatlan dolgokat jósol? Miért jó ez gazdaságosságilag, ugye? Tegyük föl, hogy a Penrose diagram igaz. Tegyük fel, hogy a technológián képes arra, hogy nem megy tönkre az az anyag 30-60 ezer évet kibír. Tehát, ugye, lenézünk egy kavicsra, mászkálunk rajta. Több millió éve úgy van, például a bazaltok. Azért nem annyira bonyolult valamit ugye hosszú élettartamúra készíteni, készül az ugye magától, hát csak megyünk a Földön, és már 4,5 milliárd éve itt nem kopott el alattunk. Azért is megmutatom az egyes képeket, de más úton, nem fogom ezt a prezentációt mutatni, csak magukat a videókat. Tehát van erre mód. Amennyiben, ha a fizikusok igazat állítanak, akkor egy mérnök, aki véletlenül összefutott egy fizikussal, és szerencsére van lehetősége hallgatni, akkor hát, hogyha ti azt állítjátok, a papír kibírja, essünk neki, és próbáljuk ki. Mégpedig elsőként próbáljuk ki. Ugyanis mi történt az asztékokkal, amikor jött a nagy vízen keresztül Cortez? És mit, mondjuk a egér lehet, hogy nem tudja, amíg meg nem eszi a macska, hogy ott meg fogja enni a macska, de a macska tudja, hogy meg akarja enni az egeret. Én is tudom, hogy csirkét akarok enni, mert ugye jó a csirke, ezt is az ötödik elem óta tudjuk. Tehát összességében azt akarom mondani, hogy ha lehetséges ilyen, vagy ehhez hasonló, vagy bármi, aminek a határmesdjén ma jártunk, utazás a világegyetemben, és kommunikáció. Miért van rádiócsend? Ki a fene akar ezer éveket várni? Vannak olyan technológiák, amivel az információt is be lehet csomagolni, mint egy internet csomagot, és pufát lehet küldeni gyorsabban, vagy azonnal, vagy akkor és ott jelenjen meg, ahol is kell. Például ugye nézzük a fekete lyuknak a környékét, oda küldjük a cuccot, olyan szögbe ejtjük be, hogy pont akkor jöjjön ki, amikor a fény ide fog érni hozzánk, akkor pusztán egy-két hidrogén bombányi anyagot kell oda küldenünk, és ha a csillagokat ilyen jó minőségben látjuk azon a távon, akkor jó helyre irányított hidrogén robbantást is lehetne látni. És képzeljük el, hogy fontos információt, mondjuk igen, nemet akarunk juttatni a Marsra most. Tehát most elküldöm, és most kell odaérjen. Akkor ha a Marsról is nézzük a fekete lyukat, közbülsőt, Földről is nézzük, innen úgy küldjük el, hogy T időben pont most lehessen nézni a Marson. Az, hogy mit van akkor, hogyha előbb lehet látni a lottószámokat ez esetben, az meg már nem az én feladatom, az egyrészt a pszichológusok feladata, a fizikusok feladata. Ha nekem azt mondják, hogy ez egy mobiltelefon, mérnök, azt mondom, jó, hát akkor hívjuk fel rajta a barátnőmet, vagy a feleségemet, vagy a gyerekeimet. A feleségem és a barátnőm is az egy, meg mindegy, szóval nagyon zavaros vizekre elvesztem, igen. Tehát elég az hozzá, hogy elkezdem használni a dolgot, akkor végül is akármi is kisülhet belőle. Most, hogyha ez így van, akkor lehet, hogy azért van rádiócsend, mert csak a közönséges helyi, lokális adás mehet ki a világűrbe, mint Hitlernek a beszédjei ugye a rádión, vagy a szikra távíróval annak idején, vagy bármi olyan kommunikáció, ami az adott bolygóról leesik úgy fölöslegesen, vagy nem foglalkoznak vele. De az igazi célzott kommunikációra évtizedeket, évezredeket várni, hát ez gyakorlatilag lehetetlenség. Ha a fizika tud már olyan dolgokat, amiben legalább igazoltan el lehet érni azt, hogy az utazást és a kommunikációt is akár összepasszoljuk, vagy teljesen fölösleges magamat odavinni, hanem elküldöm az avatáromat. És az avatárom az nem másképp működik, mint ülök egy ilyen lézergyorsítóm előtt, és internetre használom ezeket a mikrorobotokat, illetve nanorobotokat, és küldözgetem befelé megfelelő iramba a központi fekete lyukba. Onnan jön ki a megfelelő mínusz időben,
És per pillanat, most, ebben a pillanatban, a Marson egy biorobot avatárumat tudom mozgatni. Tehát megkapom a képet onnan vissza, én pedig felemelem a kezemet, és akkor a ottani biorobot avatárt akarom mozgatni. Mi a fészkes fenének kell hatalmas basszált remjetes űrhajókat indítanom, amikor mást kell csinálni. Ne arra ugyanak a hasonlatért, de Hofi Gézának biztos mindenki tudja, a tiszta őrültek háza, mert ez az információ, amit most átadtam, odavaló. Ugye azt mondta szegény Hofi, hogy ugye pajtás, ne csüngedj. A kecskét mindjárt elfelejted, amint megismerkedsz a tehénnel. Legalább ennyire extrémnek tartom ezt az egészet, és ha olyan dolgokat pedzegettem, mint mérnökönöknek, azért külön elnézést kérek, de hát úgy érzem, hogy Lukács Béla tanítványa lehetek. Én is mondok egy befejezőt, nem véletlenül találkozott egy mérnök egy fizikussal. A Központi Fizikai Kutatóintézet az olyan hely, ahol egymás közelében vannak például mérnökök és fizikusok, és hát ez nem is véletlen. Mert például a mérnök, azaz űrkutatási, mi az most, csoport, osztály, valami ilyesmin van. Technikai főosztálynak hívják, hogy nehogy megszüntessék. Na igen, de talán nem meglepő, en van ugyanabban az épületben, ha bár nem ugyanazon az emeleten. Tehát ugye vannak olyan intézmények, ahol a tudás ilyen szépen szét van rakva, és dunszos üvegekben van tartva különböző területeket illetően, és vannak olyan helyek, ahol a kutatók egymás mellett vannak tartva, akár kényelem miatt, akár azért, hogy hát, hogyha hatnak egymással. Hogy csak két videó felcserélve van egymással, megfordított a téridő. Tehát itt hullunk be a kerféle feketőkbe, és az előző videón mentünk át rajta. És ezek az általános relativitás elmélet jelenleg jónak tekintett jóslatai. Hogy az általános relativitás elmélet maga helyese, az egy másik kérdés. Ennél jobbunk azonban nincs. Még egy, Einstein azt mondta, hogy a józan ész a 18 éves korig összeszedett ismeretek összessége. Általános relativitás elméletet a középiskolában nem tanítanak. Tehát az általános relativitás elmélet ellentmond a józanésznek. Kész, ennyi. Az enyémnek is ellentmond, csak én már megszoktam, hogy olyan területtel foglalkozom, ahol a józan eszem nem használható kérdések eldöntésére. Tehát nem mi vagyunk őrültek, hanem esetleg az elmélet rossz. De lehet, hogy nem rossz, és abban az esetben viszont alkalmazni is lehet. És erre vonatkozik az, hogy nem akarok mélyebben belemenni, biztos, hogy nem mi vagyunk az okai, hogy ugye James Cameron ezt a filmet, aminek nem reklámot akarok csinálni, hanem abszolút tudományos szempontból szeretném megmutatni. Ha ezzel akarnak karácsonykor nagy összegeket kaszálni, és ezt az elméletet használják benne, amit mi most itt elmondtunk, akkor talán mi sem mondtunk akkora butaságokat. Legalábbis üzleti szempontból. Köszönjük szépen a lehetőséget és a helyet, ahol elmondhattuk ezeket a vicces dolgokat. Köszönöm szépen Lukács Bélának és Lukács Béla legjobb tanítványának az előadást. A témavezetőm jobb tanítványa nálam. Pláne. Egy közvéleménykutatást szeretnék indítani. Van-e közérdekű kérdés, amit mindenképpen plénum előtt szeretne valaki föltenni, vagy pedig a további beszélgetést, hogyha van időtök és a közönség köréből. Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, aki az előadókhoz szeretne kérdést intézni.
akkor azt magánban oldjuk-e meg? Tehát akkor mondjuk, úgy teszem fel a kérdést magyarul, hogy tegye fel a kezét, aki mindenképpen közönség előtt szeretne kérdezni. Ebben biztom. Akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt a 15. szkeptikus konferencián és Fehérváron. Én nem ígérek semmit, ugye azt hiszem Niels Bohrtól származik a mondás, hogy nagyon nehéz jósolni, főleg, hogyha a jövőről van szó. Nem ígérek 15 konferenciát, sőt, semmit nem ígérek, viszont nagyon szépen köszönöm a mai előadóinknak, mai vendégeinknek, hogy itt voltak, és még egy reklám, érinti a mai témát bizonyos szempontból egy keddi rendezvényünk. Kedden 17 órakor itt a Művelődési Házban Fűrész Gábor tart előadást az exobolygókról, amelyre mindenkit szeretettel várunk, és köszönöm szépen. És ez a film is egy exobolygón játszunk. És azt a technológiát használja, amiről ma beszéltünk.